az emberek, a 8 milliárdnyi ember alig több, mint a fele hisz Istenben, de még a hívők alig egyharmada hisz a feltámadásban. Legalábbis ez az általános képlet. Még a hívők számára is nehéz elhinni, hogy van, létezik a halál után, azt követően valamiféle élet. Pontosítok azt, hogy Jézus feltámadt, azt sokkal többen elhiszik. De azt, hogy ők maguk, hogy rájuk is érvényes, na az bizony csak az egyharmada még a hívőknek is. Mindezt azért mondtam el, mert ha jól figyeltünk, akkor tulajdonképpen ez a természetes. Mert az első húsvét sem volt tulajdonképpen egy diadalmenet. Együtt az első húsvét történetét, az asszonyokról, a Magdalai Máriáról, Johannáról, Jakab édesanyjáról, a másik Máriáról, ezt olvastuk. Tanácstalanul álltak. Nyoma sincs a hitnek. Aztán olvassuk a 11. versben, miután a tanítványok meghallják a feltámadásról szóló üzenetet, ezt olvastuk, fecsegésnek, üres, asszonyi beszédnek tartották. És itt van legvégül Péter, akiben megmozdul valami, elszalad, látja a temetőben az üres sírt, látja odabent az értékes gyolcsokat, aztán mit mond róla a Biblia? Csodálkozott magában. Szóval nincs semmi jele az első húsvét alkalmával a feltámadás hit diadalának. 3 évig együtt voltak Jézussal. Ennek ellenére nem voltak képesek abban hinni, hogy ő föltámadhat. Hát akkor mi? 2023-ban? Hát nekünk sokkal nehezebb a helyzetünk. Mi, ha szétnézünk, nem üres sírokat találunk a temetőben, hanem tele van sírral. Amikor pedig bekapcsoljuk a televíziót és hallgatjuk a híreket, akkor nem a feltámadás hírével van tele a műsor, hanem a halál híreivel. Hát ezek után hogy higgyünk a feltámadásban? Én mégis szeretném a kedves testvéreket kimozdítani a mélypontról. Szeretném a gondolatainkat, szeretném a lelkivilágunkat, a hitéletünket kiemelni abból a kétségbeeső helyzetből, ami a feltámadás hitének a tagadásából fakad. Sőt, hadd mondjam azt, hadd helyezzem a szívetekre. A feltámadás az igazság. A 100%-os a halál utáni élet. Hidd el, fogad el, hogy az örök életnél nincs biztosabb jövő.